Az alternatíva alapítvány önkéntes se vagyok, a, hát a projekt indulásától kezdve, illetve még, még azelőtt nem, és mindjárt behozom a prezentációt is. És akkor a saját, tehát az alternatíva alapítvány tapasztalatairól fogok néhány szót mondani a szűrések tapasztalatairól, illetve néhány rész adatot is fogok tudni mondani, ez ez ismétlés. Azt hiszem, hogy virág mindent elmondott, amit itt szerepel. Tehát ugye talán annyi, hogy hogy 2015. márciustól ugye mostanáig zajlott a projekt. A cél a és tanácsadás módszerének népszerűsítése, kipróbálása és a, a tapasztalatok összegzése a célcsoport szintén, a célcsoportok elhangzottak. A módszerről néhány szó, gyors teszteket használtunk, és ennek van jelentősége, majd erről kicsit még beszélek a motiváció kapcsán, és nagyon fontos, hogy azonnali eredményeket adnak ezek a tesztek. Új vegyes teszt, ami egyben hívet és szifiliszt is szívrészfertőzést és mér, illetve HCV nyálteszt, amit használtunk, kockázati magatartást felmérő kérdőíveket, többféle kérdőívet is használtunk a célcsoportokra tervezett kérdőíveket. Ugye ennek nem csak a felmérés a célja, hanem a, a tanácsadásnak is aktív része a, a kérdőív, ami ugye sorra veszi a, a különböző kockázati tényezőket, tehát ez nagyon jó használható a tanácsadásra is, tehát a pre- és post-teszt tanácsadásra természetesen kiemelt figyelmet fordítottunk, és ennek a tulajdonképpen a fokozatos fejlesztésére is elmondta már Virág szintén, hogy négy város és hét szervezet plusz a jogriporter vett részt a projektben a végeredmény pedig, hát egyrésztről egy módszertani segédanyag, amit tesztelést végző gyakorlati szakemberek tudnak majd használni, illetve hát részben ez a, ez a konferencia és a beszámolók, tehát ez a, ez a tapasztalatcsere, illetve a, a film is, ami szintén a, a gyakorlati tanácsadást hivatott elősegíteni. Ezek a részeredmények, amiket ö, be tudok mutatni, december vagy, vagy november végéről származó eredmények, ö, tehát azóta még nagyon sok ö, szűrést ö, végeztünk csak így, így mutatóba, ö, azt, azt, ö, hát az eddigi adatokat megerősít az országos epidemiológiai központnak az adataival összhangban. Budapesten ö, kiemelkedő a, a HCV fertőzöttség a, a többi városról összehasonlítva, a második ö, pedig Miskolc. Szegeden, ö, a leg, legkisebb a fertőzöttség, de hogy az adódhat abból is, és erre is majd kitérek még, hogy, hogy a szerhasználat, tehát nem, nem biztos, hogy, hogy ugyanazokat a szereket használják, mert hogy a, a designer drogoknak a használata az erőteljesen megnöve, megnöveli a fertőzöttségnek a, a kockázatát. Tehát ez egy 197-es elemszámú adat. És tehát ez, a, ez az összes uh, szűrésnek a, az eredménye, vagy igen, származik. Uh, ez pedig a, az intravénás szerhasználókat mutatja, tehát látható, hogy, uh, hogy itt magasabbak a számok, ez egy 170 elem számos uh, fel vagy adat. És akkor átérnék a, a tapasztalatainkra, röviden uh, összegezném hogy mik a szűrések tapasztalatai, az, az, egyértelmű eredmény, vagy, vagy egyértelműen kijött, hogy a többség, többsége a célcsoportnak soha nem volt még szűrésen, se hívszűrésen, hívszűrésen különösen nem hepatitis C szűrésen sem, tehát mindenképpen érdemes elvinni ezekhez a kockázati csoportokhoz a szűrést, és hogy az intravénes használat egyértelműen a legnagyobb kockázatot jelenti. És akkor most, most érnek vissza arra, hogy, a, hogy az új a designer drogok kiemelt kockázatot jelentenek, mivel hogy ezeket, ezeket ugye sokkal többször szúrják a szerhasználók naponta 10-15-ször, tehát ez, ez, jóval megnöveli a fertőzés kockázatát. Célként fogalmazható meg hogy a tűcsere programok lefedettségét növelni, a kezelésbe jutást segíteni, és erről is még majd, majd szólok néhány szót, hogy ennek milyen nehézségei vannak, és a gyors tesztek elérhetőségét növelni. Itt a, a, buszunk látható, a tűsere buszunk, illetve a szűrő buszunk. Kell egy hely, ugye ez arra, arra utal ez a, ez a szlogán, hogy hát nagyon fontos egyrészt, hogy, hogy el tudjunk mi is jutni a célcsoportokhoz, akik nem feltétlen nem feltétlen keresnek meg minket, tehát fontos, hogy, hogy legyen egy ilyen mobil hely, ugyanakkor legyen, legyen egy olyan hát zárt tér, ahol, ahol a tanácsadást lehet végezni. Erről le, tudunk részletesebben is beszélni, hogyha, hogyha van kérdés esetleg. A pozitív tapasztalatok. Azt tapasztaltuk általában, hogy a, hogy a kliensek nagyon érdeklődőek és nyitottak a szolgáltatásra. A, és hogy a tanácsadás során átadott információkra valóban szükség van, tehát azt, azt tapasztaltuk általában, hogy ezek tényleg új információk, és tényleg nagyon fontos az, hogy személyesen adjuk át ezeket az információkat, tehát hogy ö, jóval. Ö, eredményesebb, produktívabb az, hogyha, hogyha ott szemtől szembe el tudom magyarázni, tudok a kérdésekre válaszolni, személyre szabottan, élethelyzetre szabottan, mint, tehát hogy sokkal hatékonyabban nál, mint hogyha tájékoztató füzeteket osztok szét. Az azonnali eredmény mindenképpen motiváló tényező, tehát a, a az, hogy gyors tesztekről van szó, hogy azonnal meg tudja, nem kell visszajönni három héttel később, ami intravénes szárasználoknál ugye különösen um, tehát problematikus lehet, az, um, az nagyon fontos. Um, mélyíti a bizalmi kapcsolatot a kliens és a segítője között. Ugye a tanácsodás um, az, az egy nagyon jó alkalom is tulajdonképpen arra, hogy, vagy alkalom lehet arra, hogy, hogy akár egyéb nem, nem szorosan a, a fertőzéshez kapcsolódó problémákról beszélni lehessen. Tehát tulajdonképpen jól jól lehet ezeket az alkalmakat használni a a segítő munkában. Hát ugye a negatív státusz közlése és az ezzel járó megkönnyebbülés az egy megerősítő élmény nem csak a kliensnek, hanem a, a segítők számára is, illetve hát a, a, a poszttanácsadás során ilyenkor meg lehet erősíteni a, a kockázati tényezőkre vonatkozó információt, tehát ez, ez egy ilyen jó forgatókönyv nyilvánvalóan pozitív uh, dolog még az is, hogy uh, hogy a, kliensek á, a kliensektől is tudunk információt kapni uh, a kezelésbe kerülésről. <coughs> uh, tehát ilyen, ilyen módon uh, tudunk uh, tehát tudjuk a, a kliensektől kapott információt arra használni, hogy, hogy később ezeket a, a, a jól működő kontaktokat a, az ellátásban uh, használni tudjuk és egyébként úgy próbálunk segíteni a, a kezelésbe kerülésben, hogy, hogy elkísérjük adott esetben őket, vagy legalábbis felajánljuk, nem, nem, mindig élnek ezekkel, ezzel a lehetőséggel. Hogyha van kontakt, akkor segítünk telefonon időpontot egyeztetni, stb. A nehézségekről is beszámolok röviden. Amellett, hogy nyitottak érdeklődők a kliensek, So, sok esetben ö, mégis ö, nehéz motiválni őket, vagy talán ami ennél is jellemzőbb, hogy, hogy nem feltétlenül könnyű megtalálni a megfelelő alkalmat. Ö, hogyha ugye tűcserébe jönnek a, a szerhasználó kliensek, akkor nem az, a, nem az a legfontosabb dolguk, hogy most beüljenek szűrésre. Sokszor van, hogy, hogy sietnek, mondjuk anyagért, épp, épp, nyit a díler, vagy éppen beüt a cucc, akkor ugye nem lehet leülni és, és nyugodtan beszélgetni. Amit én ide írtam, az a rendszeresség, tehát az, az nagyon, nagyon, fontos volt nekünk, hogy legyen, egy, legyen a héten olyan nap, amikor tudják a kliensek, hogy lehet szűrni, lehet jönni szűrésre akkor hozzá lehet szoktatni még a, tehát ugye a szerhasználóknak az idő beosztása az eléggé kaotikus lehet, de hogy nagyon fontos részünkről a, a rendszeresség, a, a, a kiszámíthatóság. Egy további nehézség, hogy a, a hepatitis C pozitív státusz az nem, nem éri feltétlenül a klienseket váratlanul, ugye van is erről egy tudás a, a szerhasználó közösségben, hogy ö, ö, hát, hogy sok a fertőzött, Uh, és nincs igazán súlya. A, a hívfertőzésnek van, van súlya, attól félnek, a hepatitis C-től nem igazán, és ez uh, kihat, arra, kihat, a kezelésbe kerülésnek a nehézségére és A kezelésbe kerülésnek vannak más nehézségei is, ugye több, um, um, tehát hogy, hogy, hogy bonyolult lehet, több lépésből álló, és minden egyes lépés most megint csak a, a beszélek elsősorban, akadály lehet, ugye minden hova el kell menni, a beutalók kell, az is, az is ugye problematikus, de hogy, hogy, még ez is ott van, hogy hát igazából nagyon sokan fertőzöttek, másnak sincs semmi baja adott esetben, akkor, akkor annyira nem is motiváltak. Tehát, hogy nincs, nincs igazán ennek a, a hírnek olyan, olyan súlya, mint, mondjuk adott esetben a hívfertőzöttségnek. Nagyon fontos cél tehát, hogy cél lenne a kezelésbe kerülésnek a megkönnyítése.